Valójában, ugye ez a családi találkozó alkalmával készült, belevontak engem is a szervezésbe, aztán így csináltam meg. Dédanyám, nagyanyám, anyám, én, lányom, unokám, stb. És akkor innen indul maga a család. Letörtél az asztalra itt egy igen szép könyvet, aminek már rögtön a neve érdekes. Hát a címe Felvidéki Szága. Mint a szágák, ez mindig is családtörténetet jelent, és ez is valójában egy családtörténet, de hát azért ettől sokkal több. A felvidéki magyarság történetét mutatja be egy család szemszögéből, az egyszerű emberek szemszögéből. Tehát ez nem egy történelemkönyv, ami felsorolja dátumszerűen, hogy mikor mi történt, hanem úgy írja le, ahogyan ezt egy falusi emberek megélték. De ennek az egésznek a kiinduló pontja egy valóban megtörtént családi találkozó volt, amit a mi családunk rendezett a múlt év júniusában. És már a szervezés közben eszembe jutott, hogy jó lenne erről írni egy regényt, hiszen annyi régi történetet hallottam édesanyámtól, nadnéneimtől, úgy beleszerettem ebbe az egészbe. Elképzeltem magamnak, hogy élhettek az öregek, a dédanyák, dédapák, és ez megfogott. Családtörténet, ugye, gondolkoztam. És hadd beszéljek még egy eseményről, ami 3 héttel ezelőtt, a találkozó előtt történt. A tévében láttam egy műsort a szágákról, az izlandi irodalomról. És ott meséltek arról, hogy ez valójában a szágák, amik ránk maradtak, azok valójában megtörtént családtörténetek voltak. Ma már másként látjuk őket, ma már ilyen misztikusnak, de ők, akik akkor 1000 évvel ezelőtt leírták, ők úgy élték meg azt a világot. Izlandon ugye nagyon hosszú a tél, a hosszú téli estéken összeültek a házakban, és a nagyanyák, dédanyák meséltek unokáiknak, dédunokáiknak. És valaki aztán vette a fáradtságot, és mindezt leírta. Tehát azok a történetek, amiket mi most a kezünkbe fogunk, ha kiveszünk egy szágát a könyvtárból, azok valójában megtörténtek. Na és így jött a szága, de nagyon megfogott ez a műsor, és bementem a Rimaszombati könyvtárba, és kerestem egy szágát, hogy kiveszem, elolvasom, hogy mégis milyen. Nem találtam, de hát én azért nem szoktam feladni a dolgokat, átmentem a Salgótarjánba, ott kivettem 3 szágát, elolvastam egyet bele a másodikba, és tetszett. Egyszerű emberek, egyszerű története, ha ott valaki oda csapott az asztalra, akkor oda van csapva az asztalra, ha leszúrta a másikat, le van szúrva, és ha eltemette a ferdesziklát, alá el van temetve. Tehát ez ilyen, és akkor miközben a mi családi találkozónk előkészületei folytak, ugyanilyen érzésem volt, ahogy meséltek nekem az asszonyok, ez történt, tudod, Mári nénéddel ez volt, stb. És elhatároztam, hogy valami ilyen formában írom meg ezt a történetet. Na és a családi találkozón, ugye, addig csak úgy ért bennem a dolog, ford bennem a dolog, de a családi találkozón, ami nagyon jól sikerült. Hát én mondtam a megnyitó beszédet, jól éreztük magunkat, sok embert megismertem, hiszen azért 80-an jöttünk össze, és a mai világban már nem olyan szorosak a családi kötelékek, hogy mindenkit ismertem volna. Körülbelül a fele ember új volt nekem. És akkor összejöttünk, beszélgettünk, stb. És egyre inkább fokozódott bennem ez az ötlet, és aztán kihívtam a 2 legidősebb családtagot, és mondtam nekik, hogy hát Rózsika néném, Árpád bátyám, ha mesélnének nekem, vagy netán leírnák ezeket a régi történeteket, akkor én ezt összefoglalnám, és írnék belőle egy családtörténetet.
És így is történt, azt mondta Árpád bátyám, hogy hát édes fiam, én írni nem fogok, de ha eljössz hozzám, hozol egy üveg bort, vagy én veszek két üveg bort, kimegyünk a weekend házamba, és annyi mesélek neked, hogy nem fogod bírni hallgatni. És a Rózsika néném pedig még rákontrázott erre, azt mondta, hogy hát tudod, édesfiam, én ma azt le is írtam, nekem ma azt nem kell leírni. Hát hogy? Hát úgy tudod, tavaly meghalt az uram, és hát én miután túljutottam az első gyászon, úgy átgondoltam a közös életünket, és nem akartam, hogy ez a történet elvesszen, ez a sok szép emlék elvesszen. Vettem egy nagy füzetet, nekifogtam, leírtam, és azt adtam karácsonyra ajándékba a lányaimnak. Úgyis mindenük megvan, mit vettem volna. Hát, de ez az ajándék természetesen gyönyörű szép ajándék, és nagyon-nagyon értékelték is a lányuk. Hát, és én egyből rácsaptam. És mennyi az Rózsika néném? Hát, talán van 100 A4-es oldal. 100 A4-es oldal a kutyafáját. Hát 100 A4-es oldalt megírni az nem kicsiség, ugye? És egyből elkértem tőle, hát elgondolkodott, mert ugye azt azért nem a nyilvánosságnak szánta. És de aztán azt mondta, hogy rendben, de nem használhatod az eredeti neveket. Hát mondtam, megnyugtattam, hogy ez nem is volt a szándékomban, hiszen én azért nem családtörténetet akartam írni, mert nem konkrét nevekkel, hiszen arra nem is vállalkozhattam volna, tehát az további kutatás, meg mindenkivel való beszélgetést igényelt volna. Tehát én nem a céljaimnak amúgy se az felelt meg. És teljesen igazat adtam neki, hiszen ő mindent nagyon részletesen leírt, és semmi szükség azt arra, hogy most közzé tegyük, kit erőszakoltak meg az oroszok, kit vertek meg a csendőrök, stb. Tehát ez már természetesen a könyvnek aztán ezek részei lettek, hiszen ez valójában hozzátartozik a család történetéhez. De ez kitalált nevekkel íródott meg, sőt, kitalált családfával. Hiszen amint én elkezdtem ezen dolgozni, vagy már előtte is úgy vettem, hogy hát egy család történet ugye valahonnét indul és valahova eljut. Persze előtte is volt valami, és még utána is lesz valami, de hát én azért behatároztam azt az időszakot, amit meg akartam írni. De sehogy se érthető meg egy családtörténet, egy ember története se érthető meg anélkül, hogy tudnánk milyen közegben, milyen háttérben, milyen országban él, teljesen másként működik a dolog, ha valaki Kenyában él, vagy valaki a felvidéken. Tehát, és még akár lehet ugyanaz az ember, de biztos, hogy mást fog megélni, más élete lesz. És én akkor úgy gondoltam, hogy a család mögé fölvázolom a történelmi hátteret is, és ebből aztán adta magát az, hogy akkor igenis megírom a felvidéki magyarság történetét. Hányban indul a történet? Hát, és mivel kezdődik? Valójában a történet 1848-ban kezdődik, akkor született ugyanis a dédapám. És én ezen teljesen meg voltam rökönyödve, amiközben a mi valós családfánkat állítottam össze, hogy hoppá, 1848-ban született Edleveg, az én dédapám Edlevegőt szívott Petőfivel. Tehát ez nekem olyan nagyon megható volt, furcsa is, megható is, tehát visszagondoltam a fenébe. Egyből belecsöppentem a történelembe, pedig hát ugye sose találkoztak, az én dédapám egy paraszt gazda volt. Hol? Alsószeliben a szülőfalumban, és ott is játszódik a történet. De valójában nem foglalkoztam a 19. századi történésekkel, ez csak két oldalon van, hogy megszületett, fölnőtt, stb. De valójában a 20. század elején kezdődik a történet.
amikor megismerkedik a dédanyámmal, és az egy valós történet. Annyit tudtunk a családi eseményekből is, hogy úgy ismerkedtek meg, hogy ő már egy idősödő parasztgazda volt, akinek az első házasságából volt 9 gyermeke, és a felesége meghalt, tehát özvegy emberként vitte a terményt a galántai vásárra, szekérrel, és a dédanyám, ő pedig gyalog ment Galántára, ahol szolgált egy zsidó családnál hosszú évekig, és hát stoppolt. A paraszt gazda ugye felvette a szekerére, megismerkedtek, na és innét indul a történet, mindez, hát én konkrétan tudom, hogy 1905-ben volt, de ez a valóság és a regény, de a regényt is ezzel indítom. Na de ettől kezdve valójában eltér a valóságtól, bár sok-sok történetet beleszőttem. Ha most meg akarnám utólag határozni, akkor az általam írt regényben a szereplők fele kitalált személy. A másik felét meg valakiről mintáztam, de akiről mintáztam, annak az életét se követtem hűen, hanem alakítottam rajta úgy, hogy egy regényben általában történik, hogy szokott, tehát egy író sosem írja le, hogy na most reggel föltette a kávét, délbe babgulyást, holnap pedig ez történt, tehát kiemel egy-egy momentumot, és ilyen momentumokat és történeteket emeltem ki én is, de jellemző ezekre az emberekre. Hozzáteszem, hogy szegény rokonaimat ezzel az őrületbe kergettem, mert a már említett Rózsika néném, odaadtam neki elolvasni még kéziratban, még a szerkesztés előtt, és mindjárt a harmadik napon fölhívott, és rákérdezett az egyik szereplőre. Az ki? De Rózsika néni, ne keressen, nincs, azt én találtam ki. És ki is kellett találnom embereket, mert ugye sok szerencsétlenség érte a családot, meg sok jó dolog is, mint mindegyik másik családot. De mondjuk nem volt halottunk az első világháborúban. Hát én akartam, hogy legyen, vagy szükségem volt rá, hogy legyen. Hát akkor beépítettem valakit. És akkor aztán meghalt. És így folyik a történet. Egészen a családi találkozóig. Tehát valójában én ezzel a családi találkozóval fejeztem be 2012-ben. És ezzel akartam rámutatni arra, amire valójában rámutattunk ott is. Arra, hogy nézzük meg, a dédanyám az egy szegény zsellérlány volt. De nagyon-nagyon szegény zsellérlány, egy nagyon-nagyon szegény kis faluból, Királyrévből. Ugye a cselekmény nagy részt Királyrévben és Alsószeliben történik. Az én édesapám alsószeli, édesanyám királyrévi, és így, és ez az összefonódás megvan. Hogy ezt a két falut választottam a színhelyül, de bármi mást is választhattam volna, hiszen hasonló dolgok történtek Alsó-Piripócson is, mint Alsószeliben, tehát az mindegy lett volna, de hát én szeretem a szülőfalumat, ugye ízig-vérig Alsószelinek érzem magam mind a mai napig, tehát na miért ne? És visszatérve arra, hogy mit, hogyan is éreztük magunkat ezen a családi találkozón, egyértelmű volt az, hogy le lehetett szögezni azt, hogy a család, mint olyan, fejlődött. És a beszédemben is kiemeltem, hogy ha dédanyám valami csoda folytán most itt teremne közöttünk, el nem hinni, hogy ezek az ő utódai. Ha megnézni, hogy milyen autókon érkeztünk, hogyan vagyunk öltözve, miket eszünk, miket iszunk, hát ő, aki életében tán kétszer lakott jól, el nem hinni, hogy ez az ő vére, az ő génjei jutottak ide. És a család valóban fejlődött, hiszen rengeteg diplomás,
vállalkozó, sok fiatal van, él a családfa, és kapaszkodik a földbe. Persze, néhányan külhomba kerültek, mint a történelem ránk is hatott, az egyik deportálva volt, a másik kitelepítve, az egyik visszajött, a másik elment tanulni Csehországba, és ott ragadt, és az ő fia már cseh lett. Néhányan megtanultak magyarul, néhányan nem. Tehát ez ilyen. De azért a többség, az még mindig ott él a Mátyusföldön, a mag ott van, Alsószeliben, Királyrében, és nyugodtan mondhatom, hogy sikeresek vagyunk. Persze voltak fekete bárányok is a családban, mint ahogy mindenhol. Tehát ez nem egy idealizált valami, hanem úgy, ahogyan az életben van. És éppen ezért úgy visszagondoltam arra is, hogy mennyit sírunk, rívunk az utóbbi időben, ugye válság van, nehéz az élet, ez van, az van, minden bajunk van. De mennyi baja volt az édanyámnak? Szegény, nincstelen zsellér lányként, aki aztán férhez ment, és három gyerekkel özvegyen maradt, és átélte az első világháborút, becsöppent Csehszlovákiába, ki sem mozdult otthonról, és élt egy, hát az ő számára idegen ajkú államban. Aztán megjött a újabb esemény, visszakerültünk Magyarországra, és még mindig ugyanott volt. És aztán a második világháború, elestek a családból, fronton voltak, éheztek, aztán végig söpört a front minden szörnyűségével együtt, ugye. És amikor végre már a háború lecsengett, akkor pedig jöttek a jogfosztottság évei, deportálták őt, szegény, szerencsétlen öregasszonyt, deportálták Csehországba, és ott volt két évig, és onnét jött vissza, és csak azután halt meg. Szóval egy szörnyű sors, és ha abból indult volna ki, hogy egy szegény embernek nem érdemes élnie, akkor már 20 évesen beleölhette volna magát a fekete vízbe. Hát ez egyszerűen, de ő ment tovább, ilyen a sors, tette a dolgát, és nekünk is ezt kell tenni. Élni tovább, szépen csinálni, amit lehet, és összetartani, és összefogni, mert csak akkor őt is megsegítették a rokonai a legnagyobb bínségbe, tehát ő se egyedül egy jégmezőn élte át a szörnyűségeket, vagy a nyomorúságot, amit átélt. És benne volt egy közösségbe, ahol segítették egymást, ahol közös bajukba, de valahogy csak túlélték, valahogy csak előre jutottak. Ha semmi más bizonyíték nincs, itt vagyok én. Akiből éppen író lett? Hát akiből éppen író lett, ugye azért... Még hogyan jutunk el ide azért magadról, hogyha tudnál egy picit mesélni, hogy mégis hogy kerülsz el egyáltalán ugye Alsószeliről, és hogy jutunk el oda, hogy könyvet írsz? Hát ez a számomra is megfejthetetlen, hát ugye sorsnak különös kacskaringói vannak. Hát mondjak akkor magamról pár szót, Alsószeliben születtem, hát Vágsején születtem, de Alsószeliben nőttem fel. Aztán a pozsonyi Duna utcai gimnáziumba kerültem, és Pozsonyba végeztem el az egyetemet, és építőmérnök vagyok. A Mátyusföldön kezdtem vállalkozni, tehát előbb Alsószeliben, aztán Galántán éltem. Hát több mindennel foglalkoztam, mindjárt a rendszerváltozás után vállalkozó lettem, hála Istennek sikerült. És aztán a sors úgy hozta, hogy még egy kanyart vett a vállalkozásom, és elkezdtem erdei gombákkal foglalkozni. Az erdei gombák ugye Mátyusföldön nem nőnek, de hát a családi kapcsolatok révén Rimaszombatba kerültem, és itt hát azért jó kis gombatermő vidék, valahogy rábukkantam erre az ötletre, annak is megvan a maga története, de az is... Lehet, hogy az egy következő könyv. Az egy következő, benne van ebben is, különben érintve van, de itt ragadtam Rimaszombatban,
és a mai napig is itt vállalkozok, tehát ez a erdélyi gombákat földolgozó vállalkozásom a mai napig is megy, és ebből élek. Ugye ez jellegéből kifolyólag, ez egy nyári, őszi tevékenység, tehát mondjuk úgy, hogy júniustól decemberig bőven el vagyok látva munkával, de hála Istennek azért januártól májusig akad szabad időm, akkor már, hát akkor is van azért munka, egy vállalkozás sose áll meg, akkor is van papírmunka, ilyesmi, de azért nyugodtan elmondhatom, hogy több időm van, tehát ki tudom élni az alkotó vágyamat. Az valahogy az évek során egyre inkább buzgott bennem, tehát valahogy ez belülről jön, és sok mindennel próbálkoztam a festéssel, de az gyorsan rájöttem, hogy nincs hozzá, vagy igazi képzettségem, vagy igazi érzékem. De aztán azért mégiscsak ezen a téren is elkezdtem hímes tojásokat készíteni. Hát azok mondjuk nagyon sikeresek lettek, nagyon különlegesek is, ilyen áttört lyukas hímes tojások. Hát azokkal nemzetközi díjat is nyertem, tehát azok jók valóban. De miután beütött a válság, akkor már annyira felfejlesztettem ezt a hímes tojás készítést, hogy már másokat is megtanítottam, és kacsingattunk az amerikai, japán piac felé. Tehát nem úgy, hogy most elkezdtük volna futószalagon gyártani, de ilyen kisebb tételbe, tehát kisebb szériákat, és lett is volna rá érdeklődés, hiszen valóban jók és szépek. De elvették a kedvemet tőle, kitört a válság, ugye, és aztán már az emberek elkezdtek jobban spórolni, már nem vettek olyasmit, ami nem szükséges az élethez annyira, és hát a hímes tojás az ilyesmi. Hát, meg amúgy is már volt egy csomó elkészítve belőle, és akkor azt mondtam, amíg el nem adjuk, el nem kopik, addig ezt egy kicsit mellékvágányra állítom. Hát, és az íráshoz pedig megint egy olyan furcsaság vezetett el, amire soha nem gondoltam volna, hogy megtörténik. Azt hiszem 2006-ban én lettem a Rimaszombati Katolikus Kör elnöke. Az is egy regény témája, sőt, írtam is róla. Hát ugye a vallásosságom az annyit, hogy gyerekkoromban katolikusok, vallásosak voltunk, templomjárók voltunk, minisztráltam, stb. De aztán hosszú évtizedekre eltértem a vallástól, nem is az egyháztól. Annak is megvolt a maga oka, de aztán valahogyan mégiscsak visszavezetett az élet oda, és itt a Rimaszombatban élére álltam annak a csapatnak, aki azért küzdött, hogy magyar plébánosa legyen a helyi közösségnek. Ezt végül is sikerre vittük, de itt is megmutatkozott az, hogy egy ember hiába ágálna, de hogyha közösségként összeállunk, akkor sokkal nagyobb a súlyunk. És ez volt a Rimaszombati Katolikus Kör, amelynek az ötletét fölvetettem, társunkkal együtt megalapítottuk, engem választottak elnöknek. És ennek kapcsán rengeteg tevékenységet végeztünk. Nyugodtan mondhatom, hogy nagyon-nagyon fellendítettük a város vallásos életét, havi összejöveteleket szerveztünk, jeles személyekkel, úgy egyháziakkal, mint világiakkal. Tehát jártak nálunk püspökök, apátúr, esperesek, de a világiak közül meghívtunk olyanokat, akikről tudtuk, hogy igazi istenes emberek, Eperjes Károly színművész, Pap Lajos szívsebész professzor, hát hasonlóak. És mindenkit meghallgattunk, és megkérdeztük tőle, hogy ő hogyan csinálja, ő hogyan éli meg az istenes életét. És a papoktól pedig hát útmutatást, hogyan csináljuk, stb. Tehát ez egy jó időszak volt, és rengeteget tanultam.
és rengeteg mindent a magamévá tettem. És egy idő után úgy gondoltam, miért ne adnánk egy újságot, hallottam egy jó ötletet, hogyan csinálják máshol. Fölvetettem, és akkor megalapítottunk egy Fáklyavivő című lapot. És ebbe kezdtem el írni. Valójában fogalmam sem volt róla, hogy én tudok írni, vagy nem tudok írni. De ebben a lapban nagy örömmel tettem. Tehát tetszett, ahogyan betagozódtak a cikkek az újságba. És persze mások is írtak, de én nagyon nagy lendülettel vetettem bele magamat. Amikor már megjelent pár szám, akkor eldicsekedtem ezzel az egyik barátomnak, akitől nagyon távol áll bármiféle vallásosság, bármiféle, sőt, inkább vallás ellen is. És hát ő se nagyon értett, hogy hogy keveredtem és hogy csöppentem én ebbe az egészbe bele. De nem baj, hát jókat vitatkoztunk, és a vitatkozás az előre visz, megismerjük a másiknak a véleményét, ugye. És őt ajándékoztam meg ezzel az újsággal, ezt nézd meg, vittem nagy büszkén, és akkor elolvasta, és hát is jó volt, persze. Elolvasta, és azt mondta nekem, hogy egész jól írsz. Nagyokat néztem, mert ha ő megdicsér valakit, az már aztán meg van dicsérve, tehát lehet, hogy 10 évenként egyszer. És itt úgy kicsit más szemmel kezdtem nézni utána ezekre a cikkekre. Visszaolvastam a saját írásaimat, mert ugye akkor, amikor írom, az egy dolog, aztán pár hónap vagy pár év után visszaolvasni, ez megint egy másik dolog. És valóban mondom, egész jó. Azt ennyi, nem léptem ezen túl. De amikor olyan irányultságot vettek a dolgok, hogy nem akartam tovább folytatni ezt a katolikus körbeli tevékenységemet, és mondom, az egy külön történet, de valójában világnézeti probléma volt, mert én azt forszíroztam, hogy vigyük végig az ügyet, és betonozzuk le azt a helyzetet, hogy van magyar papunk, és a többi társam pedig hát kicsit visszatáncolt ettől. És én úgy gondolom, hogy, és ez mindenre érvényes, erre a történetes, de mindenre, hogy nem szabad megelégedni részeredményekkel, nem szabad hátradőlnünk, most már minden rendben van, most már elértük, nem értük el. És ezt a idő később engem igazolt, hiszen újra magyar pap nélkül vagyunk, és amiatt vagyunk magyar plébános nélkül, mert mi akkor nem mentünk tovább. Ez is egy tanulság, ugye, amiből tanulni kell a jövőre nézve. Nem csak a mi számunkra, hanem az egész felvidéki magyarság számára. És ugye akkor az a könyv, amit említesz, az nem látott napvilágot, végül nem jelent meg. Az nem látott napvilágot, mert hát ugye belekerült abba a körforgásba, ami a könyvek kiadását most nagyon jellemzi. Leadtam a kéziratot a Dunaszerdei Lilium Aurumnak, és hát hadd bábáskodjanak körülöttem. Elolvasták, tetszett nekik, tehát be is adtak, jó, kérünk rá állami támogatást, ugye, hogyan ez most folyik, hiszen semmilyen könyvkiadó nem mer kiadni könyvet állami támogatás nélkül, hiszen olyan keveset olvasnak az emberek, olyan kevés könyvet vesznek, hogy azt szinte azonnal rá lehetne mondani, hogy veszteséges lesz, ha támogatás nélkül kiadják. És akkor már 2 évig ugye ismétlődött a dolog, megint megpályázták, és nincs, hát sajnos ez a jelenlegi kormány nagyon szűkmarkúan bánik, és nagyon zavaros viszonyuk vannak ebben, tehát én sajnálom tiszta szívemből a könyvkiadókat, hogy a lét és nem lét határán mozognak, hiszen alig kapnak pénzt, és sorvadnak el, és még a utolsó tartalékaikat
élik föl ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjanak és bíznak a jobb jövőben. Hát a fák jövő valahogy ott ragadt a könyvkiadóban, és ebből tanulva, amikor megírtam a Felvidéki szágát, akkor azt mondtam, hogy na, ez nem fogja ugyanezt a sorsot bejárni, hanem inkább megjelentetem magánkiadásban. Ez a könyv, és szerzek rá pénzt inkább, tehát támogatásokból. Hogy álltak hozzá, akiket megszólítottál? Nagyszerűen. Tehát sokkal jobban, mint ahogyan bárki gondolná. Én azt gondoltam, hogy így fog menni, ahogy ment. Tehát őszintén szólva, én nagyon bíztam abba. Tehát azt mondtam a legelején, legrosszabb esetben én is ki tudom fizetni. Tehát mint vállalkozó, ugye van annyi pénzem, hogy kifizessem a nyomdaköltséget, meg fizessem azokat, akik közreműködnek, borítótervező, szerkesztő, tördelő, korrektőr, mit tudjam én. Tehát, és utána majd csak befolyik az eladásokból, de erre se lesz szükség. De utána tovább gondoltam a dolgokat, ugye, és azt mondtam, hogy nekünk az a bajunk itt, és azért élünk úgy, ahogyan, mert nem helyesen tesszük a dolgokat, tehát nem a helyén vannak a dolgok. Az írónak az a dolga, hogy írja meg a könyvet, borítótervezőnek az, hogy tervezze meg a borítót, a támogatóknak az, hogy segítsék azt, hogy megjelenjen egy jó dolog, az a terjesztőknek az, hogy kerüljön a könyvesboltok polcaira, és olvasónak meg az, hogy olvassa el és lelje örömét benne. És akkor azt mondtam, hogy miért legyek én a támogató. És ezt a gondolatmenetemet igenis magukévá tették azok, akiket megszólítottam. Ugye úgy csináltam az egészet, hogy én kinyomtattam saját nyomdámon. Hát meg tudtam csinálni, ugye. Már amúgy is eleve úgy írok, hogy tördelek is közben. Tehát nekem szükségem van, hogy könyvformába lássam mindjárt az elején. És akkor betördelem, jó forma. Ki volt adva a napi penzumom, ugye 4 oldalt meg kell írnom, annyit ki is tudtam nyomtatni, és akkor úgy örültem közben, és megint vastagabb lesz, és megint hozzátettem egy lapot, és megint 2. És itt tehát már könyvformája volt írás közben is. És ezt a nyersanyagot ugye szépen formába tettem, kinyomtattam, és így már kézzel foghatóan meg tudtam mutatni azoknak, akikre gondoltam, hogy rendes emberek és hozzáfognak és hozzá akarnak járulni. De voltak olyanok is, akik önként, tehát én föl se vetettem, volt olyan, akire nem is gondoltam, és annyira bearanyozta a napomat. Van egy hát nagyon régen együttműködünk, hogy ők gyártják nekem a kartonjaimat, amikbe csomagoljuk a gombákat, és én tudtam róla, hogy ízig-vérig magyar ember, és valamilyen témáról beszélgettünk. Azt mondtam neki, hogy hát így elejtettem, hogy írtam erről egy könyvet. Komolyan, de szívesen elolvasnom. Hát mondom, még csak kéziratban, nem baj. És amikor legközelebb mentünk kartonokért, elküldtem neki, és beleolvasott, és fölhívott 5 nap múlva, és úgy előttem van, mondta, hogy mérnök úr, ha én így tudnék írni, ugyan ezeket írtam volna meg. És hát mondom, hogy ha ennyire tetszik, akkor esetleg be lehet segíteni. Be is segítünk, számolhat velünk, 500 euró, nagyon szép, meg ne köszönje, ez kötelességünk, akarom én is. Tehát ilyen jellegű hozzáállással is találkoztam. És volt olyan, aki elutasított, aki nem értette meg ezt a feladatot. Én rájuk se haragszok, tehát ez természetes, hogy meg olyanoktól előre nem is kértem, akikről tudtam, hogy nehezebb anyagi körülmények között vannak. Valamikor akár jól mehetett nekik, de most én nem fogok olyantól kérni, akinek aztán kellemetlenséget okozok azzal, hogy el kell, hogy utasítson. Tehát eleve fölmértem, összeírtam egy listát. Nagyon nehéz most ezt megcsinálni egyébként, mert mindenki rosszul áll. Tehát semmi sem egy jól ebben az országban, nagyon-nagyon nyűglődés, nagyon nincsenek egymásba esve a fogaskerekek, és még azok is, akiknek egy ilyen támogatás,
nem jelentett volna semmit, tehát bal szivarzsebből kifizettek volna akár 1000 eurót, most meggondolják nagyon-nagyon, és ők is rosszul érzik magukat ettől, mert szívesen adnának. Az emberek sokkal jobbak, sokkal-sokkal jobbak, mint gondoljuk, vagy sokan gondolják. Tehát én meg voltam győződve. De nem találkoztam valójában elutasítással, nehézkességgel igen. Tehát eleve ugye fordultam az Alsószellői Királyrévi Önkormányzathoz, hiszen a két falu története elvileg a család történet mellett megmutatkozik. Persze úgy álltak hozzá, hogy igen, hogy ne, és mind a két falu meg is ígérte a támogatást, de ugye ott össze kell jönni a tanácsülésnek, azon megvitatjuk, majd jegyzőkönyvet írunk, majd... Tehát ez a... Én másként működök, ugye én magánvállalkozóként, aki pörgeti a dolgokat, és gyerünk, amit elhatároztam, az holnap meg lehet, vagy még ma délután, és így, tehát ezt, de ezt is úgy veszem, ez is az élet, és ehhez is hozzátartozik, de különböző szervezetekhez is, tehát a Magyar Közösség Pártjához, a Rákóczi Szövetséghez, és még sok-sok, de barátaim is, egyetemista társaim valamikoriak, és most ugye mind építőmérnökök, ilyen-olyan-olyan pozícióban, némelyiknek nagyon jól ment, némelyiknek nehézkesebben. Hát megmutattam nekik, és néztek rám nagy szemekkel, hogy lettél író. De hát tetszett nekik, és mindannyian. Tehát hozzáadtak. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy össze lesz szedve az a pénz, hogy tisztességesen meg lehessen fizetni azokat, akik ehhez hozzájárulnak, a szerkesztő, korrektor, a borítótervező, stb. Tehát, és persze a nyomdaköltség, ami ugye jóval drágább lesz, mint egy szokványos könyv esetében, hiszen én ragaszkodom hozzá, hogy így jelenjen meg, ahogyan a kezemben tartom ezzel a fűzéssel, és hát ugye a profi könyvterjesztők megpróbáltak erről lebeszélni, hogy ugyan már minek az, hogy csinálj belőle egy rendes könyvet, azt ki lesz adva, azt viszont nem is. De én másként állok hozzá. Tehát én nekem ez a fűzés tetszik, és ennek is megvan a maga története, és ragaszkodom hozzá, hogy ez így jelenjen meg. Nem mindig az az elsődleges szempont, hogy csak legyen olcsó, és akkor majd megveszik. Jó, valamivel többbe kerül, de nem olyan jelentősel, viszont százszor szebb, és valójában lelke van ennek a könyvnek, emiatt is. Hiszen hadd meséljem el, hogy ez a fűzés honnét is ered. Ez még a katolikus köri időkből, amikor már havonta megjelentettük az újságot, és akkor fél év után már amikor összegyűlt pár példány, akkor ezzel ajándékoztam meg azokat, akiket a havi összejövetelünkre meghívtunk. Ugye mit ajándékozzon az ember Paplajos szívsebésznek, vagy Eperjes Károlynak, vagy a Premontrei apátúrnak, vagy a rozsnyói püspöknek? Tehát mit ajándékozzon? Vegyünk egy virágvázat, tehát ez föl sem merült. És akkor kitaláltam, hogy többek között ugye megajándékozzuk őket az újságokkal, a már megjelent példányokkal. De hát nem szórhatok valaki elé 5-6 újságot, és mondom, összekötöm őket. Elvittem először egy helyre, és rátetettem ezt a fésűs kötést, de hát az nekem borzalmasan nézett ki. Őszintén szóval nem tudtam elviselni egy szépen megcsinált újság, és akkor ezzel a műanyag fésűs kötése azonnal levágtam róla, de már ott voltak az újság szélén a lyukak. És akkor találtam ki, hogy összefűzöm szallaggal, és
hú, de jól néz ki. És akkor akit megajándékoztunk vele, az mindenki nem is az újságot nézte, hanem először így megnézte, hoppá, hogyan is van ez összekötve. És innét előtt ez, hogy hát mindenkinek tetszett, ugye kézi munka, tehát ezt nem lehet géppel befűzni, és itt van megint az, amit mondok, nem muszáj mindig ahhoz ragaszkodnunk, hogy ez most jöjjön ki holnap utára 38 millió példányban. Igenis, le kell ülni hozzá, és egy dróttal át kell főzögetni, viszont sosem lesz ilyen egy gépi dolog. És amikor ezekről a könyvekről beszélek, akkor igenis én ragaszkodom hozzá, hogy ez így legyen, és kinyomtatják, mint egy normál könyvet, és mi pedig majd leülünk, és befűzögetjük mindegyiket. Hát ez persze nyomdákban is értetlenül fogadják, megint csak azt mondom, hogy nem ez a szokványos hozzáállás, de én nem a szokványos hozzáállást akarom. Nem vagyok hajlandó beállni a sorba, és csak legyen olcsó, és hagyjunk el, és majd mindenki happolja le a maga részét belőle. Hát egy igen különleges könyvet vernek majd az olvasók a kezükbe. Úgy gondolom, hogy a nyelvezete is különleges. Beleolvasnánk egy-két olyan történetbe, ami olyan rövid, hogy halljuk azt a ízes, alsószeli kiejtést is a könyvből, hogyha egy jelenetet vagy egy történetet elolvasnánk. Hát természetesen hozzáteszem, hogy maga a történet természetesen irodalmi magyar nyelven van írva, de valóban a legkedvesebb részleteim azok, amikor az alsószeliek a maguk mátyusvédi alsószeli nyelvjárásában kommentálják az eseményeket. És ezek valójában mindenkinek nagyon-nagyon tetszettek, de én is nagyon-nagyon szívesen visszaolvasom őket. Hát keressünk, mit tudjam én, mondjuk az újabb időkből. Ezeket a részleteket én úgy írtam, mint a nép hangja. Hát az, ahogyan valóban az emberek az egyes eseményeket a kocsmában egymásnak egy sörféldeci mellett kommentálták. Számtalan ilyen eset van, de mondjuk nézzük meg, hogy ne csak a régi történésekről beszéljünk, hogy ami a napjainkban történt, és mindenki átélte, hogyan kommentálták a szeliben a eurót. Semmi pénz ez az euró, panaszkodtak egymásnak. Ha van 100 euród, mintha csak 100 koronád lenne. Az elején keseregtek, a görög válság kitörése után teljesen felháborodtak. Az eurozóna minden egyes tagjának hozzá kellett járulnia a görögök megsegítéséhez, az Európai Parlamentben megszavazott mentőcsomaghoz. Ha hogyan van ez? A én nyugdíjam 400 euró? Azt én segítsek azokon, akik 1200. Háborogtak az emberek. A politikusok hiába magyarázták, hogy a közös pénz megmentése érdekében szükség van a szolidaritásra. A népet nem tudták becsapni. Azt akkor a görögök miért nem szolidarítottak velünk, amikor jó ment nekik? Miért nem küldtek nekünk 400 eurót? Nekik is lett volna 800, meg nekünk is. Mutatott rá az alsószeli kocsmában Kajos Józsibá. Akkor most elvárhatnák a segítséget. De így? Ha milyen jogon? Józsi bá matematikájával nehéz lett volna vitatkozni, így aztán a politikusok nem is tettek ilyesmit. Minden további vita nélkül megszavazták a görögöknek nyújtandó mentőcsomagot. Meg kellett csinálni, mert becsődődtek volna a bankok. Magyarázta Józsi bának az ivó cimborája, akit a kormány propagandának sikerült meggyőznie. Akkor meg még nagyobb lenne a baj. Felüllem, ott dőljön el a összes. Vágott vissza Józsi bá. Mi közöm hozzájuk? Úgy is, mint az ember. Nézd meg! Azt elvárják, hogy kisegítsük őket, de a Bedecs Géza fiának a házát meg elveszik, mert nem bírta fizetni a kölcsönt. Ha hunitta igazság. És így tovább. De természetesen felolvashatunk akár még a régi időkből is.
amikor bevonult a cseh hadsereg, és elfoglalta a Felvidéket. A nép értetlenül bámulta az idegen katonákat. Néhol harcoltak is ellenük, de kevés sikerrel. Azokat ugyanis a győztes nagyhatalmak jól felszerelték. Most már Csehszlovákiához fogunk tartozni, kommentálták a dolgot a jobban értesültek. A többiek meg rákérdeztek. Am meg már milyen ország? Hisz olyan még soha se volt. Senki el se tudta képzelni, hogy ne Magyarországhoz tartozzanak, hiszen az már 1000 éve így volt. És számtalan ilyesmi. Természetesen a kocsmában ugye mindent kommentálnak az emberek, és bármikor, bármelyik országban találunk ilyen kommenteket. Talán még arról szóljunk, hogy ugye itt nagyon sok történelmi tény is belekerül a könyvbe, és ilyen lábjegyzetekként van beleírva, hogy konzultáltál történészekkel, történelmi tanárokkal, segítették a munkádat? Igen, ő főleg egy, és neki így, innét is hadd köszönjem meg Pukkai Laci bátyám, ugye szintén alsószeli származású tanárember, történész, és ő alsószeli történetének is a nagy ismerője, de természetesen hát a nagy történelemnek is, ha úgy vesszük. És vele pontosítottam néha-néha a dolgokat. De őszintén szólva, a mai világban már nem olyan nagy probléma utána nézni, hiszen ülök a számítógép mellett, írom a könyvet, és ha valamire szükségem van, akkor az interneten bárminek. Nem merültem bele a nagy történelem taglalásába. Csak annyira, hogy kiemeltem a legfőbb pontokat, és azokat kellőképpen lábjegyzetekbe kommentáltam, vagy beleszőttem a cselekménybe, de igazándiból inkább a lábjegyzetekbe. Tehát ez hasznos könyv lesz annak is, aki... Én valójában arra gondoltam, hogy a fiatalok, akik, ha veszik azt a fáradtságot maguknak, hogy egy 600 oldalas regénynek neki fogjanak, nagyon hasznos lesz nekik elolvasni ezt, hiszen minden egyes olyan döntő sarokkő, ami a felvidéki magyarság sorsára és életére hatással volt, az ott meg van említve, legalább meg van említve. Biztosan nincs kibontva. De annak alapján már utána lehet nézni, és így az ember folyamatában látja át majd, hogy mi miért is történt. Ezt egyébként tudatosan törekedtem erre, hiszen tudomásom szerint nincs olyan könyv, ami így végigvitte volna, regényszerűen végigvitte volna a felvidéki magyarság történetét, mondjuk úgy, hogy a Trianontól kvázi napjainkig. Persze rengeteget írtak egyes részekről, kellőképpen fel van dolgozva a háború utáni időszak, a jogfosztottság éveit, Trianon, stb. De így folyamatában ez... tudomásom szerint nincs meg. Tehát ez hasznos olvasmány lesz. Amellett, hogy valószínűleg szórakoztató. És nem tartottam véletlennek azt, hogy azok a tanárnők, én úgy hívom őket, hogy a tanárnők, akik nekem segítettek közben, ugye javították, helyre tették stilisztikailag, helyesírásilag, stb. Közül többen is mondták, hogy már pedig ezt én kötelező olvasmánnyá fogom tenni. És volt ilyen célzatom benne. Hozzáteszem, hogy a nagy politikai történéseknél nem tértem el az igazságtól. Tehát az úgy van, ahogy van. Nem mentem bele mélyen, de ahhoz ragaszkodtam. Az alsószeli történéseknél ott néha-néha. Tehát mondjak egy példát, hogy értsük. Volt egy emlékmű a faluban, amit a Felvidék visszacsatolása alkalmából állítottak a szeliek, ezt országzászlónak hívták, és a tetején volt egy turul. Na és a háború végén az oroszok leverték. De ez a turul utána elkerült Magyarországra, kicsempészték, és most valamikor, hát nem tudom, 10-11 néhány éve ezt az országzászlót helyrehozták.
Én is támogattam, tehát összedobtunk pénzt arra, és a önkormányzat vette a fáradtságot, hogy ezt megszervezze, és ez a turulmadár eredetileg arról volt szó, hogy visszahozzák az eredetit, de már ott, ahova került, már ott is le volt gyökerezve, már ott is fészket rakott, így aztán a Szeli önkormányzat úgy döntött, hogy leveszik a pontos mását, az öntőmester ugye formát csinált róla, és kiöntötték a mását. A lelke visszatért, de a más alatt került a mostan, és most is ott van. És ez tetszett és nekem. És talán ez is belekerült? Ez is belekerült, hogyne, de mondjuk a regényben megváltoztattam azt a helyet, ahova került, és ahol van most valójában. Hát ezt most hadd ne magyarázzam, hogy miért, ugye egy írónak ennyi szabadsága hadd legyen meg. De ilyesmi, tehát ott nem ragaszkodtam teljesen pontosan a tényekhez, inkább a milliót akartam bemutatni, és a család magát a történetet, ami a családot érinti, azt pedig végképp nem. Tehát ott néhány történet ilyen valós, és ilyen, amit most is elmondtam, de néhány teljesen kitalált, és szegény rokonaim fogták a fejüket, hogy hát ezt még már honnét vetted? És nyilván még fogják és is fogják, fogni, is fogják. Amikor ugye megjelenik, és gondolom, hogy tervezed a könyvbemutatókat, vagy hogyan képzeled el aztán a következő hónapokat? Igen, hát valójában ezeknek a napoknak a kérdés az, hogy befejezzük a könyvet. Tehát ezen a héten már minden a helyére kerül, a legutolsó apróság is. Tehát a nyomdai előkészítés meg lesz, ennek a hétnek a témája az, hogy megegyezek valamelyik nyomdával, hogy oda, hogy kinyomtassák. Gondolom ilyen november elejére, november, hát legkésőbb november közepére a polcokra kerül. És hát mivel nem szokványos módon, tehát nem egy könyvkiadó adja ki, akinek megvannak már a terjesztési útvonalai, ezt is a saját kezünkbe fogjuk, tehát számtalan módon lesz terjesztve ez a könyv. Sokan ígérték, hogy besegítenek akár személyesen, és hát a legalapvetőbb az ugye, hogy a felvidéki könyvesboltokban majd szétvisszük, de nagyban számítok Győri Attila segítségére, hogy a családi könyvklub, hát barátok vagyunk kamaszkorunk óta, tehát meg is vagyunk egyezve, hogy ő megteszi majd azokat a lépéseket, hiszen ő profi könyvterjesztő, egy a családi könyvklubon keresztül, kettő elviszi, majd átjuttatja Magyarországra, hiszen jár oda könyvekért, kapcsolatban van a ottani könyvterjesztőket, tehát ez majd bejárja a maga pályáját, maga útját, mindenképpen arra törekszünk, hogy a karácsonyi könyvpiacon megjelenjen, de utána is, tehát számtalan szervezet ígérte, és még csak az út elején vagyunk, ugye, hiszen a könyv még konkrétan nem is került az asztalra, igaz, hogy így ilyen általam vadnyomtatásban megjelent példányról már mindenki tudja, hogyan fog kinézni, mit tartalmaz, de majd eljut mindenkihez. Tehát én annyit mondhatok, hogy ez egy roppant fontos, én nagyon fontos könyvnek tartom ezt a felvidéki magyarság szempontjából, és ezáltal az egész magyarság szempontjából. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi kormányból néhány embernek el fogom küldeni, tehát ha más nem, hogy csak azoknak, akik a külhoni magyarokkal foglalkoznak, ebből képbe kerülnek. Számtalanszor érzem a tévében látva, hogy igazándiból nincsenek helyén a fejükben a dolgok. Tehát, és ez érthető, hát ők megélték a magyarságukat ugye Magyarországon belül, ahol ez nem volt téma, de nehéz nekik elképzelni, hogy hogyan is működik az, amikor valakinek meg kell küzdenie a magyarságait.
De nem, ezt se jól mondom, mert mi ketten is ugye felvidékiek vagyunk, de nem küzdünk itt naponta. Tesszük a dolgunkat, éljük, néha küzdünk, néha sírunk, néha nevetünk. Nem úgy éljük meg minden napunkat, minden percünket, hogy jaj, de milyen szerencsétlenek vagyunk, hogy ide születtünk, és most mekkora óriási erőfeszítést követel meg tőlünk, hogy magyarnak maradjunk. Tehát én legalábbis így vagyok ezzel, és gondolom mindenki más is, tehát itten senki se gondoljon valamiféle állandó, hősies küzdelemre, csatára, mit nekünk egyszerűen tennünk kell a dolgunkat, írnunk a könyveinket, beszélni, magyar iskolába adni a gyerekeinket, benne lenni a közösségbe, legyen az városi, legyen az egyházi, legyen az bármilyen, minden. És nem is azért, mert most olyan magasztos célokat tettünk magunk elé, hogy jaj, most édes Istenem, rajtam áll, hogy bukik az, hogy a felvidéki magyarság most itt megmarad még évszázadokig, vagy nem, hanem azért, mert így akarunk jobban élni. Én jobban szeretek beszélgetni, ha beülök egy étterembe, jobban szeretek beszélgetni magyarokkal, mint szlovákokkal. És ez nem azon múlik, hogy nem tudom megtenni, tudok szlovákul és beszélek szlovákul, de mi vagyunk azok, akik egy kultúrából jöttek, százszor több közös témánk van magyaroknak, mint a szlovákokkal. És ez nem baj, tehát ez egyszerűen így van. Meg ők másként szemlélik a dolgokat. Hadd mondjak erre egy példát, hogy mindenki számára világos legyen. Ők is a szőzanyához fohászkodnak, meg mi is. Mi elmegyünk Csíksomjóra, ők pedig elmennek Sastyínba, Panna Máriához. És ezzel nincs baj. Mind a ketten a szőzanyához. Csak ők máshol. És ők ott vannak együtt. És legyenek boldogok, és érezzék jól magukat. És mi pedig ott vagyunk együtt, és mi ott legyünk boldogok, és ott érezzük jól magunkat. És nem is vethetünk egymás személyre semmit, meg nem is akarunk. Élni akarunk normálisan. És ha ennek az a folyamánya, hogy mint magyarság megmarad, az még egy habatortán, az egy plusz. De teszünk érte, de nem csak úgy kell tenni, hogy akkor, amikor a kamerák előtt vagyunk, amikor nyilatkozunk, hanem a normális, való életbe. És ez a könyv semmi másról nem szól. A dédanyámnak biztos, hogy nem fordult meg olyan a fejébe, hogy Jézusom, most lesz-e itt kétszer az év múlva magyarság. De tette a dolgát. És van itt magyarság? Itt vagyok. Ennyi a dolgunk. És azok, akik nem írták alá, hogy reszlovakizálnak, mint a nagyapám, mit ért el? Azt, hogy lett egy magyar unokája. Itt vagyok. Ennyi. És nem tudta volna elképzelni, hogy ő azt megcsinálja. Nem könnyebb lett volna az élete? Könnyebb lett volna, mert akkor visszakap minden földet, nem viszik ki, nem küldik rája a fináncokat, stb. Tehát ezek azok a dolgok, amiket egyszerűen meg kell érteni. És hogyha azt mondom, hogy a fiamat magyar iskolába írtam, akkor tettem valamit azért, hogy majd ő is elmondhassa, és ő is mutogathasson magára, hogy hát apám tette a dolgát úgy, hogy ahogyan az megvan írva, ahogyan azt ott kellett. És akkor itt vagyok, és remélem, hogy majd a ükunokám, meg a összes többi leszármazottam, ha az Úr megadja azt, hogy lesznek olyanok, akkor majd elmondhassák, hogy hát azért vagyunk itt, és azért érezzük magunkat így, mert tettük a dolgunkat.